A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, az éghajlatváltozásról fogunk beszélgetni, illetve a klíma és karbonsemlegességről. Annál is inkább, mert hogy mi is megtapasztalhatjuk, hogy az éghajlatváltozás bizony óriási hatással van az egész világon mindannyiunkra. Hát Európában és itt Magyarországon is láthatjuk, érezhetjük, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek, az asszály, a hőhullámok milyen problémát okoznak. És nagyon örülök, hogy egy olyan vendéget invitálhattam meg a mai beszélgetésre, aki ennek szakértője, vendégem Simonyi Gyula István, tisztelettel köszöntöm. A BOX, BOCS, az 1990-es Béke Nobel-díjas ICBL első kelet-európai tagjaként és a kuratórium elnöke, matematikus, közgazdász, informatikus, biokutató, fenntarthatóságkutató. No, egy kicsit beszéljünk erről az alapítványról, erről a csapatról, hiszen 1992-ben jött létre, jó néhány szervezet együttműködése alapján alapult meg, és ma már több mint 100 országban működnek, és azt hiszem, hogy soha nem volt nagyobb szükség erre. A jellemző módon ugye Diana Velsi hercegnőt mondják, aki a hírességek közül csatlakozott támogatóként ehhez az alapítványhoz, illetve ehhez a szakmai munkához. Hogy került önök ebbe a csapatba, hiszen ez egy nagyon komoly célt tűzött ki magának? A környezetvédelmi lexikon, amit az akadémiai kiadó 93-ban adott ki először, azt írja rólunk, hogy 1975-ben, azaz jövőre fél évszázadosak leszünk, a Székesfehérvári Bazilika ifjúsági hittanyán kezdtünk el a globális válsággal foglalkozni. Ennek az egyik fő vonala az ökológia. Akkoriban még klímáról így ennyire nem volt szó. És én akkor ott kezdtem hitoktatni, és az ifjúság nagyon lelkes volt. Rengeteg témával foglalkoztunk, például a békével, ami ugye akkoriban nem volt annyira népszerű. A titkos rendőrség szeretett minket fotózni, amikor jöttünk ki a hittanról, a bazilika oldalában. És aztán, de leginkább erről lettünk híresek, a béke mozgalmi munkánkról. Így kerültünk bele az akna betiltás kampányba is, akik, hát ugye ezek elsősorban nyugaton mentek ezek a dolgok, és hogy a rendszerváltás után az új tagországokban, tagjelölt országokban békemozgalmat találni nagyon nehéz volt. Tehát valójában egyedül minket találtak, és így mi csatlakoztunk ehhez. Ez nagyon gyorsan sikerre vezetett ez a aknabetiltás kampány, tehát már 97-ben már megszületett rá a nemzetközi egyezmény, állítólag ez a leggyorsabban létrejött nemzetközi egyezmény volt, és aztán ezért kapott egy béke Nobel-díjat ez a szervezet, hát amiben mi egy pici pontok vagyunk természetes. De fontos pont. Igen, mert hogy Kelet-Európából nem volt senki. Igen. Ezt később is megtapasztaltuk sok minden téren, tehát sok olyan nemzetközi ügyben vettünk részt, és ez a régió, ez valahogy üres ilyen tekintetben. Például az IFOR, az International Fellowship of Reconciliation, a kiengesztelődés nemzetközi szövetsége, azt az első világháború kitörésekor, tehát több mint 100 éve hozták létre az európai keresztény békemozgalmárok, és ma már az egész világon működik, annak is 95 óta mi vagyunk a magyar csoportja. Igen, időközben ezt hadd mutassam meg, kedves nézőinknek. Ez azt hiszem, hogy tulajdonképpen nagyon sok mindent elmond az önök tevékenységéről. Igen, a BOCS-nak a logója az ugye a pandomaci, ami nem sétál, mint a WWF,
mert ugye az az ötödik legismertebb logó a világon, hanem a miénk az a fűben játszik, heverészik és játszik. Ez az üzenetünkkel összefügg. Ugye a Kondzsuzsát szoktuk idézni, hogy ne vágj ki minden fát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát, na hát a mi macink az lazít. Tehát a környezetvédelemnek ez egy fontos része. És ez ugye egyrészt a bokor-ökocsoport szó kifejezésre, hogy valami a rendszerváltás előtt így hívtuk magunkat, másrészt meg a barátságos bocsánatkérés, tehát a béke munkára is utal a bocs szó. És az az imás pedig a jövő generáció a kissé túl nagy ökolábnyommal, ami nem csak a Földnek elviselhetetlen, de járni is nehéz benne. Igen. Ez most épp a jövő hónapban az ENSZ fog tanácskozni arról, hogy legyen ott is a jövő nemzedékeknek jogi képviselete az ENSZ-ben. És a meghívóban, amit én is megkaptam, ki van emelve, hogy a legelső ilyen az egy magyar kezdeményezés, mert Magyarországon már 2007 óta van jövő nemzedékek ombudsman. Ez egy hungarikum, egy páratlan előrelépés volt. Azóta is nagyon kevés ország van, ahol ilyen-olyan képviselete van a jövő nemzedékeknek, de ilyen magas szintű, mint nálunk, nincs. És ez azért is érdekes, mert a Lányi András, aki ugye a nagy öregje a környezetvédelemnek, azt írja az egyik könyvében, hogy ezt én szorgalmaztam a 80-as évek végén, hogy legyen a jövő nemzedékeknek képviselet. Tehát mindenki azt mondta, hogy lehetnek jogaik azoknak, akik nem is léteznek még. De aztán a Sólyom László ezt nagyon ügyesen megoldotta, törvényjavaslatot, és hát 18 évig tartott, mire megvalósult, de igen, megvalósult, és erről azért úgy sokat járok a világban, elég híres lett Magyarország. Mára kiderült, hogy soha nem volt nagyobb szükség erre. Ugye ezt érezzük napról napra. Nézzük ezt a folyamatot a klímavédelem szemszögéből, illetve a karbonsemlegesség elérése céljából, hiszen ez egy világkampány, sőt több, mint kampány, hiszen ezért azért tesznek is. Igen, ugye az idén, ezt itt így ismerősi körben is láttam, hogy mindenkinek elege lett és telepített egy légkondit. Egyébként mi sosem mondjuk klímának a légkondit. A klíma az a Földnek az éghajlata. A légkondi az viszont ugye általában fosszilis energiával keletkező áramot használ, és ezért még tovább rongálja a klímát. Ezért mindig ezt hangsúlyozzuk, hogy vagy működtess napelemről, vagy vegyél hozzá zöld áramot, vagy egyenlítsd ki a klímarongáló hatását klímasemlegesítéssel. Erről nem sokan hallottak még, angolul ezt offsettálásnak mondják. Ez azt jelenti, hogy amennyit a légkondink, vagy az életvitelünk, az autónk, bármi terheli a Földet, ezt ki lehet számítani. A bocs.eu weboldalunkon van erre egy jó kis kalkulátor. Sok fülön ott, hogy étkezek, hogy lakok, hogy mozgok, mindent ki lehet tölteni, és akkor az ember megkapja. A világbanki adatok szerint egy átlag magyarnak az egyéves karbonlábnyoma az olyan 6,5-7 tonna, amit ki lehet egyenlíteni úgy nagyjából havi 8000 forinttal. Tehát ha az ember ennyit rászán, ez egy kicsit olyan, mint a kifizetjük a szemét pénzt, és akkor elviszik a szemetünket. Hát ez is, mi szemetelünk az atmoszférába, és akkor ha kifizetjük a szemét pénzt, akkor vannak erre szervezetek, ez egy hatalmas világpiac ma már, akik azt, amit a szemeteltünk, azt szépen kitisztítják. Ez ugye a szennyező fizet elv, akik szennyeznek, azok tartoznak a tisztítóknak. Tehát, világos. Hogyha ez így elterjed, akkor tiszta lelkiismerettel használhatjuk a klímánkat. Világos, és azt hiszem, hogy soha nem volt, ahogy már mondtam, nagyobb szükség arra, hogy például az az uniós klímarendelet, amely
ugye azt mondja, hogy 2050-re eléri a karbonsemlegességet, megvalósuljon. De hogy ez a gyakorlatban mit jelent, az azt hiszem, hogy nagyon fontos, hiszen meg kell, hogy valósuljon az egyensúly a kibocsátott széndioxid, illetve a légkörből kivont és szénelnyelőkbe tárolt széndioxid mennyisége között. Ez köznapi nyelven mit jelent pontosan? Hát általában mindenkinek a faültetés jut az eszébe, pedig hát a faültetés nagyon fontos, főleg a városokban árnyékot ad, stb. Millió előnye van, de éppen a klímakatasztrófától nem ment meg minket. Gyakran ez zöldre festésnek, greenwashingnak mondják, hogy van egy rendezvény, és akkor meghirdetik, hogy akkor ez most klímasemleges rendezvény, és akkor megkérdezi az ember, hogy mitől, akkor azt mondják, hogy hát ültettünk egy kisebb erdőt, és az 20 év alatt majd ennyit fog megkötni. Hát 20 év alatt ki tudja, mi történik, leég az az erdő, a talaját elmossa egy áradása, jön egy rovarkártevő, kiszárad, stb. Mindig csak, tehát klímasemlegesíteni csak már megtörtént munkával lehet, nem pedig ígéretekkel. És a faültetés tényleg nagyon gyenge ehhez, itt óriási baj van, ahhoz ez nem elég. Inkább a fák védelme, tehát az őserdők védelme, a hatalmas fákban rengeteg karbon van, tehát az már egy ígéretesebb. A legjobb, hát nyilván vannak az, hogy napelemek, szélenergia, vízerőművek, stb. Ezek is segítenek megelőzni, vagy csökkenteni a kibocsátást. Az, hogy visszaszívjuk a levegőből, hát erre vannak kísérletek, például Izlandon működik egy hőenergia, tehát vulkáni energiával, ami ingyen van, és akkor lefréselik a mélyre, a kőzetekbe, ahol újra kőzet lesz belőle. Valójában visszacsináljuk azt, amit mondjuk a cementgyárak, de a kőzeteket fölbontják, csinálnak bele cementet, közben irdatlan kibocsátás történik. Tehát ezeket, de ezek jelentéktelenek. Tehát mindig ilyen utópista, technokrata üzeneteket kapunk, hogy ezt is kitalálták, meg azt is, de ezeknek semmi jelentőségük. Annyira nem is hasonlíthatók a bajnak a nagyságával. A leghatékonyabb módja, van egy amerikai tanulmány a Drawdown, 2017-es lassan már több mint fél évtizedes, ők összehasonlítottak 100 módszert, hogy hogyan védjük a klímát. És hát mi került le az első helyre, amire senki nem gondolt volna, amiről senki nem hallott. Egyszerűen a lányok oktatása és ellátásuk fogamzásgátlókkal. Ugyanis naponta, ma is, körülbelül 100 000 olyan gyerek születik a Földön, akit a szülei nem akartak. Ezek általában nyomorúságos sorsok, a szülőknek és a gyereknek is, meglevő családnak. Tehát ez egyszerűen döbbenetes, hogy az emberi teherbeesések közel fele baleset, amit a pár nem akart Európában, és 43%, pedig itt van oktatás, van fogamzásgátló, nők fel vannak szabadítva. Elképesztő a rendszer, hogy nem törődik ezzel az egészen. Érdekes ez a helyzet, azt hiszem, hogy ebben a kérdéskörben erre senki nem gondolt volna. Igen, ez így van. Annak idején 77-ben, szintén meg a Bazilika ifjúsági hittanyám, elkezdtük támogatni, gyűjtöttünk Teréz anyának. Aztán meg találtunk Indiában ilyen dzsungeliskolákat, ahol érinthetetlen kasztbeli lányoknak a tanulási lehetőségeit támogattuk, és utólag kiderült, hogy ez a leghatékonyabb, amit tenni lehet a globális válságban. Tehát például az ENSZ-nek voltak a millenniumi fejlesztési céljai, amit 2000-ben tűzött ki, ugye manapság már fenntarthatóság, fejlődés célok vannak, és akkor abban az egyik erről szólt, hogy minden lány járhasson iskolába. Ezekben mi nagyon részt vettünk, ezekben a nemzetközi dolgokban, és
kiderült, a statisztikák azt mutatják, hogyha egy kislány egy szegény országban csak egy alsó tagozatot elvégez, írni, olvasni, számolni megtanul, már csak fele annyi gyereke születik élete során, mint egy írástudatlannak. Tehát miért egy kicsit bele tud szólni a saját sorsába. Úgyhogy erre van egy szöveggyűjteményünk, arra mutassam? Igen. Így jó? Nem, a másik oldalra legyen kedves. Így? Így igen. Igazán szeretne. Igazán szeretne egy gyermek nálunk, és most megfogadni. Ez egy szöveggyűjtemény, ami a felelős nemzésre nevel. Hogy ne legyen ennyi sok baleset, teherbeesés, és nem kívánt gyerek. Tehát ez is egy olyan kapcsolódási pont a klímaváltozás kapcsán, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra. Viszont amiről mindenképpen szerettem volna megkérdezni, ugye a párizsi megállapodás. Ez 2019-ben született, és az Európai Zöld Megállapodásnak hívjuk, amely kijelöli az utat Európában a karbonsemlegesség felé. Melyek voltak az alapvető célok? Hiszen ugye tudjuk, hogy az üvegházhatású gázkibocsátás globális tetőzésének mielőbbi elérése az egyik fő cél volt. Ez miként valósulhat meg, hiszen a köznapi ember számára ez egy bizonyos értelemben meg kell, hogy magyarázzuk, hogy ez micsoda. Ugye körülbelül 30-valahány éve vannak klímakonferenciák, és közben a kibocsátás szépen egyenletesen növekszik, Párizs óta is növekszik. Úgy tűnik, hogy a politikának nagyon szűk a mozgástere, tehát kitűzhet szép célokat, de óriási nyomás van. Elsősorban a népesség robbanó országokban, ahol óriási tömegek törekszenek feljönni a szegénységből. Tavaly értük el, hogy az emberiség fele már középosztálynak számít. Tehát van villany a kunyhójában, meg egy hűtő, meg egy színes tévé, meg van egy robogója, körülbelül ez. 4 milliárd ember felküzdötte magát már erre a szintre. És ennek óriási kibocsátása van. Magyarország egy elég jó helyzetben van, idézőjelben, mert a rendszerváltás után a szocialista ipar összeomlott, és ettől óriási zuhanásra lett a kibocsátásnak. Úgyhogy még máig is mi sokkal jobbak vagyunk, mint mások. Nekünk az, hogy 2050-re vagy 2030-ra, ugye ez az EU-s szabály, 2030-ra 55%-ot kell csökkenteni a 90-es szinthez képest. Hát nekünk ez már most is megvan. Mások meg még küzdenek érte javában. Hogy 2050-re zéró, ezek ilyen szép ígéretek, amit senki nem tud, hogy hogy lehet majd elérni. Mindenki arról beszél, hogy na majd addigra a levegőből kiszívása a széndioxidnak az majd fejlődik. Tehát ezek olyanok, hogy a gyerekeinkre hagyjuk, hogy majd ők megoldják valahogy. Tehát az alacsony technológiájú beruházások segíthetnek ebben? Tehát ez a cél és elv egyben? Én ugye az üzleti szférában bízom jobban. Most 15. éve lesz a fenntarthatósági csúcs, és ott az ESG-ről fogok előadni. Ez is egy új EU-s, most már kötelező szabály, hogy a cégeknek ugye az environment, social és government, tehát környezet és társadalom és kormányzás, de itt nem a kormányra kell gondolni, hanem a vállalat vezetésre. Erről most már minden cégnek, minden komolyabb cégnek jelentést kell évente készíteni, és itt ebben is azt hangsúlyozzuk, hogy a klímasemlegesség. A cégek is csak sírni tudnak, hiába csökkentenek sok mindent, akkor is még túl sok kibocsátás marad. Úgyhogy mi ezt hangsúlyozzuk, hogy amit lehet csökkenteni, amit nem lehet, azt kiegyenlíteni. Tehát felül kell vizsgálni a régi jogszabályokat, ugye ez alapvetés mindenképpen, és olyan új törvényeket hoz az Unió várhatóan, meghozott, ami megvalósíthatja a nemzeti kibocsátás csökkentési célokat. De ha nálunk nézzük, akkor például a személygépkocsikra, ez hogy vonatkozik ez a széndioxid kibocsátási célérték változás? Itt ugye én azt mondom, hogy akkora a baj, hogy nem elég
a kötelező dolgokat megcsinálni a cégeknek is, és a magánembereknek is sokkal többet kell tenniük, mint ami kötelező. Tehát már most lemenni az éróra, nem várni 2050-ig, sőt még 2030-ig se. Itt vannak az offsetálási lehetőségek, a kiegyenlítési lehetőségek. Ha kaptunk egy gólt, tessék azonnal rúgni egyet, hogy kiegyenlítsünk. Hogy világos legyen, melyek ezek? Ez egy hatalmas piac a világon, rengeteg cég foglalkozik ezzel, alternatív energia, tehát cégek azért telepítenek hatalmas napelem rendszereket, hogy úgynevezett kreditjük legyen belőle, amit eladhatnak az offsetálni akaró cégeknek. Tehát azt mondja a cég, hogy én nem tudok napelemrendszert telepíteni, egy kicsi hozzá az udvarom, vagy amennyi tetőm volt, már elhasználtam, akkor fizetek egy olyan cégnek, amelyik egy hatalmas ilyet létrehoz, és mint egy helyettem telepített napelemet, vagy szélenergiát, vagy megvédett egy valódi őserdőt, ami ugye az öreg fák is azért még nagyon sok karbont meg tudnak kötni, sokkal jobb, mint a faültetés, ahogy már mondtam, és például cégek, most egy amerikai professzor cikket tettük közzé a svéd Overpopulation Projectnek a lapjában jelent meg. Ez azért érdekes, ez a túlnépesedés projekt, mert ezt egy magyar milliárdos hozta létre, Szombatfalvi László, aki kockázatelemzőként lett milliárdos Svédországban, és ez könyvet is írt erről, hogy ő, mint kockázatelemző, látja, hogy az emberiség vesztébe rohan, és ennek a legfőbb tényezője a túlnépesedés. Úgyhogy ő ezt nagyon hangsúlyozta, hogy segíteni a több száz millió szegény nő könyörög fogamzásgátlási lehetőségekért, de nincs hozzá joga, tudása, eszköze. Tehát ez a leghatékonyabb cselekvés, erre is hatalmas szervezetek vannak, például az ENSZ népesedési program is évente a jelentésében közzéteszi, hogy tizenhány millió baleset terveset tudott segíteni, megelőzni. Tehát ez a karbon, a klímasemlegesítésnek a leghatékonyabb módja, ahogy a Drodant idéztem, de más tanulmányok is bőséggel alátámasztják. Olyan szervezeteknek fizetünk, akik segítik a fogamzásgátlás nélközöző 100 milliókat, és ez hihetetlenül hatékony. Általában a megelőzés mindig sokkal hatékonyabb, mint utólag megpróbálnék visszaszívni a levegőből a széndioxidot. Igen, hát ez egy érdekes preventív eszköz, nyilvánvaló, a kevesebb terhesség, kevesebb születendő gyermek, de ez Európára bizonyos értelemben nem igazán vonatkozik. Mert azért valljuk meg, hogy nyilván itt is van számtalan olyan ilyen eset, de azért ez sokkal inkább Afrika, Ázsia országaira jellemző, még talán Dél-Amerika egy-két helyen, de az összes többi, hol tartunk ma Magyarországon ebben a kérdéskörben, illetve Európában? Igen. Ugye, amikor az EU csatlakozás közeledett 20 éve, akkor előtte volt egy folyamat, amiben mi már 98-tól részt vettünk, ugyanis az EU-nak van egy olyan kötelezettsége, hogy segíteni a szegény országokat. Ezt már 96 óta Magyarországnak is kellett volna, mert OECD tagok lettünk, de persze ezt mindenki elblitzelte. És akkor az EU bevasalta, tessék a külügyben létrehozni egy nemzetközi fejlesztés főosztályt. Mi ennek így segítői voltunk, létrehoztunk ennek egy civil partnert, a HEND szövetséget, és tehát Magyarország segíti a szegény országokat. Jelenleg évente olyan 160-180 milliárd forinttal. Ez nem egy jelentéktelen összeg. Mm. És akkor mi ugye európai hálózatban részt veszünk, hogy kimutatjuk, hogy ebből mennyi ment fogamzásgátlásra. Fél ezrelék. De nem csak az új tagországoknál, a régieknél is, Brüsszelnél is. Elképesztően nem ismeri föl Európa, hogy a legelemibb érdeke segíteni az Afrikában fogamzásgátlási könyörgő nőket. A pénz megvan. Elmegy minden bolondságra.
Erre nem. Azt mondják a politikusok, én ezt a mappát, ez éppen az angol változat, ezt én már ENSZ főtitkárnak is adtam személyesen, meg az EU bizottságban ugye van külön egy biztos arra, hogy nemzetközi fejlesztés, szegény országok segítése. Annak is adtam. És akkor azt mondja ott a nagy Y-alakú központi épületben, Brüsszelben, hogy ebben az épületben lehetetlenség népesedésről beszélni. Kényes téma. Politikusok nem beszélnek kényes témákról. Szóval egyszerűen nem ismeri fel Európa, hogy a legelemibb érdeke segíteni a szegény világban a fogamzásgátlás nélkülözőket, a pénz megvan rá. Az EU szintén majdnem 200 milliárd eurót költ erre évente, és képtelenek a politikusok vállalni ezt a kényes témát. Tehát teljesen igaz, hogy Európának ott lenne dolga, és költ is rá rengeteget, csak nem jól. Nos, hát én abban bízom, hogy azok a magyar elvek, amelynek az uniós elvek mentén elindultak, tehát azok megvalósíthatóak, és hát bízunk abban, mert hogy itt volt ez a nyár, ami azt hiszem, hogy bebizonyította, hogy szép lassan lehetetlenség a hétköznapokon élni, ha úgy tetszik. Tehát egyre inkább megnehezeti a mindennapjainkat ez az időjárás, és hát a karbon semlegesség, illetve a karbon kibocsátás csökkentése alapvetés minden egyes embernek. Én ezért köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és azt ígérhetem kedves nézőink önöknek is, és ennek is, hogy ezt a beszélgetést mindenképpen folytatjuk, mert hogy nagyon fontos alapvetéseket ismerhettünk meg. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Simonyi Gyula Istvánnal arról beszélgettünk, hogy miként valósítható meg a klímavédelem, illetve a karbonsemlegesség hazánkban, Európában, illetve a világban, hiszen azt hiszem, hogy ez a jelen egyik legfontosabb célkitűzése. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.